Második András, Negyedik Béla és Szent Erzsébet óriás bábjait láthatta a közönség szombaton a belvárosban. Folytatódott a királyi napokra hangoló programsorozat. A királyok a belvárosban évek óta nagy népszerűségnek örvend Székesfehérváron. Július utolsó szombatján is több százan kilátogattak, hogy szemügyre vegyék a királyi óriás bábokat. Augusztus 6-áig tart ez a programsorozat, a királyok a belvárosban, szóval még jövő hét szombaton várjuk az érdeklődőket itt a belvárosban. Szerencsére most az időjárás az kegyes volt hozzánk, bár a szél miatt nem mentünk ki azért teljesen az országa, amelyik jövő héten reméljük így lesz, és utána már a királyi napok következnek, úgyhogy reméljük, hogy sikerült felhangolni itt a hangulatot és a nézőket a programra. A felvonulást ezúttal is hagyományőrzők, a Borostyánkő Egyesület tagjai kísérték, és bemutatót is tartottak a színház melletti téren. A 2013 óta működő egyesület a 9-11. Század időszakát, annak kultúráját, viseleteit, fegyvereit igyekszik bemutatni. Felvonulás ezen a héten is lesz. Augusztus 6-án egy záró óriásbáb bemutatót tartanak majd, utána pedig kezdődik az igazi programdömping. Augusztus 12-én startol a királynapok.